sokszor úgy gondolták a magyarok, hogy mi csak utasok vagyunk, de azt is el kell képzelnünk, hogy mi nem csak utasok vagyunk, hanem a személyzet része is ezen a mondjuk itt tzv ami egy kicsit, ugye ezen a francia gyors expresszen, ami egy kicsit az elmúlt években lelassult, senki nem gondolja azt, hogy az Európai Unió képes lenne, vagy egyáltalán meg akarja változtatni a magyar politikai rendet, még akkor is hozzáteszem, hogyha ez amúgy ha megváltozna számára, nagy könnyebbséggel érne fel, hiszen egy jelentős fékező vagy vagy egy illojális tényező kikerülne a rendszerből. Most Orbán Viktor azt, azt érezheti, hogy ő kisebbségben van Európában, kap egy lehetőséget arra, hogy ezt a kisebbséget valamilyen mértékben megpróbálja, nem többségé formálni, de a kisebbséggel megpróbáljon gazdálkodni úgy, hogy politikai eredményeket tudjon elérni. Számolni kell a magyarokkal. Egyrészt a fideszesek kikerültek ebből, karanténba zárták őket bizonyos szempontból politikailag, de kikerültek a perifériáról jobban bekerülnek a központba. Ez már azt jelenti, hogy a, az ő érdekévényesítő képességük ugyan nem olyan mértékben, mint a tiszások erősödni fog. A tiszások egy sajátos helyzetbe kerültek, mert gyakorlatilag bementek, befolytak, elfoglalták a fideszesek üresen hagyott helyét. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltel köszöntöm Önöket, Maráci Tamás vagyok, a Mandiner munkatárs. Ezen a héten az EU és Magyarország viszonyrendszeréről fogunk beszélgetni. Kihasználva az, hogy uborka szezon van az EU-ban, szabadságon vannak a tisztségviselők, ezért egy metaszintről tudunk arról beszélni, hogy mi történt az elmúlt mondjuk 25 évben illetőleg 2004 óta 20 éves távlatban Magyarország csatlakozása óta. Aki segítségem lesz ebben a beszélgetésben, és akit nem fog belerángatni a napi politikába, hanem a saját tapasztalatára fogom kérdezni, ez Gyévai Zoltán, a Szabad Európa Brüsszeli tudósítója, aki a Brux Info Brüsszeli Innul volt a főszerkesztő alapítója még jó régen, 90-es évek végén, és a figyelőnek, illetve az Inforádiónak volt a munkatársa. Zoli a régi Nexusra tekintettel tegeződünk, és a nézők kedvére elmondom, hogy 1997 óta élsz életvitelszerűen Brüsszelben, tehát szerintem a magyar brüsszeli tudósítók közül te már Doályán vagy. Igen, azt hiszem, hogy beleöregettem ebbe a szeretbe. Volt egy úriember, aki, Fóris Gyögy, aki még nálam is korábban ment ki Brüsszelbe, de ő körülbelül négy-öt évvel ezelőtt visszatért Magyarországra, tehát lassan én vettem át a stafét, tehát ez egyértelmű. Tehát Zoli, tehát egy te negyed évszázados rálátásod van arra, hogy, hogy Brüsszelbe hogyan látnak bennünket, mi hogyan láttuk Brüsszelt, hogyan változott ez a viszonyrendszer. Ez használnám ki, hogy itt vagy most Budapesten, hazajöttél nyaralni. És az első kérdésem egy átfogó kérdés lenne, és utána belemennénk a részletekbe, tehát hogyha egy nagy képet kéne vázolnod, akkor 25 év alatt amit te láttál személyesen, hogyan változott az EU belülről? Hát az Európai Unió ugye a legnagyobb változása az volt, amikor jöttek a rendszerváltozás utáni, most a 90-es évek erről beszélünk, ugye annak a következő logikus lépése az volt, hogy egy közép- és kelet-európa megtalálta az utat vissza Európába. Ez volt a csatlakozási folyamat, a nagybővítés 10 országgal, aztán 12 országgal összesen, hiszen Románia és Bulgária később csatlakozott. Ennek az első néhány évben, az Európai Unió ehhez próbált adaptálódni. Erről szólt a történet igazából, hogy hogyan tud majdnem kétszer annyi taggal, bár nem a kétszer annyi lakossággal úgy működni, mint régen. Aztán utána egymás után következtek a különböző válságok. Emlékeztetnék arra, hogy 2008-ban ugye jött a nagy pénzügyi és gazdasági válság. Attól kezdve igazából az európai, úgy fogalmaznék, az európai integrációnak ez a menete sosem mozgott egyébként egy előre megtervezett pályán. De ettől kezdve nagyon turbulens időszakba került, hiszen eljutottunk oda, hogy először egy nagy válságot, óriási válságot kellett kezelni, ami még az eurózónák a felmaradását is veszélybe sodorta. Majd szép lassan tulajdonképpen átkerültünk egy olyan helyzetbe, hogy egy, egy, egyszerre több válságot, ez a permaválságok időszaka kellett kezelni az Európai Uniónak. Elég arra gondolok, hogy jött a Covid válság, alig lábaltunk ki az egyik válságból, amik emésztettük meg, jött a következő válság. Mindez, a számos válság, azt erősítette az Európai Unióban, hogy közös válaszokat kell adni a kihívásokra. Egy-egy ország önmagában, és itt még Németországról is gondolom, egy teljesen kevés kicsi arra, erőtlen arra, hogy ezeket a válságokat megoldja. Ezért az Európai Unió és belüli együttműködés, az egy más kérdés, hogy ennek milyen töm, különböző formái vannak, ugye van, vannak a nemzetek feletti formái, amit föderalizmusnak szoktunk nevezni, federális szerkezet, de van a kormányközi együttműködés. Tehát különböző formáit ki kellett, hogy így fogalmazzak, maxolni annak érdekében, az Európai Unió meg, tudja, meg tudjon állni ebben a viharban. Tehát amit láttam az elmúlt időszakban, egy viszonylag 27 évere tekintek vissza, az első időszak volt a csatlakozási időszak, az új tagállamok megemésztése, és természetesen közben az integráció tovább haladt, majd egy Jött egy nagyon turbulens időszak, ami most már tart 10, kb. 16-18 éve. Ezen keresztül tulajdonképpen azt láttam, hogy közben az európai integráció is számos szempontból megváltozott. Az iránya, nem lehet azt mondani igazán, hogy a föderális irány halad -e, felé halad-e, vagy sem, de az tény és való, hogy a válságoknak, és ez már egy kicsit elcsépelt mondat, hogy az, az, az Európai Unióban tulajdonképpen az európai integráció folyamata sokszor a válságok kezeléséhez kapcsolódik. A tagállamok alapvető helyzetben a kormányok, először is beszélünk 27 országról, amelyek teljesen különböző intenciói szándékai vannak. Ezért egy olyan helyzetbe kerül mindig az Európai Unió, csak akkor lép, akkor tud igazából megugrani egy szintet, amikor arra alapos oka van. Mápedig az alapos ok, az mindig egy válság, amikor egy egzisztenciális probléma merül fel. És az elmúlt időszakban láttunk ilyen egzisztenciális problémákat. És ez, erre, erre utalnék igazából, ezek gyorsították fel, vagy ezek hatottak igazából az integráció menetére is. Uh -huh. Ö, hogy induljuk akkor a, a, a személyes benyomásoktól, és eljutunk egészen a, a tagállami percepciójuk, hogy hogyan látták akár Magyarország a 90-es években az EU-t, mint EU projektet. Ö, az én benyomásom újságíróként, én tényleg, azt hiszem 2004-ben voltam először Brüsszem, és azóta egy ilyen két évente, évente egyszer jutottam el. Tehát én szakaszonként látom a metamorfózis, de nem benne élve, és nekem megvan a saját véleményem, egyébként romló tendencia az én benyomásom, de te benne éltél folyamatosan, belülről nehezebb érzékelni a változás, mert a, a finom rezdülésekkel együtt változott te is. De 97 és 2024 között, de mit érzékeltél? Tehát a hangulat, az atmoszférájának, a projektnek ez javult, romlott, miben változott? Én úgy gondolom azért, hogy sosem szabad különválasztani azt, amit az európai Unión belül történik a külvilágtól. Ugye a 90-es évekről beszélünk, akkor élt egy olyan elképzelés, hogy amit emlékeztetünk arra a történelem végéről beszéltek egyes politológusok, Ugye? és arról, hogy most a liberális világrend az gyakorlatilag felülkerekedett, a szabadság térsége kiterjed egész Kelet-Európára, tehát volt egy ilyen nagyon optimista, túlzottan optimista, mint később kiderült, nézett. Oroszországról, ugye emlékezt, arra, hogy 99-be került Putyin hatalomra. Oroszországról úgy emlékeztünk a 9 év alatt, hogy Oroszország egy, egy nagy kaotikus ország, amely talán, talán a demokrácia és Európa felé lehet fordítani. Tehát egészen mások voltak a percepciók. Kína nem tartott ott, ahol tart most is, jelenleg. Az Egyesült Államokkal a kapcsolatok szorosabbak voltak, mint jelenleg. Én azt hiszem, hogy azt látni kell, hogy az Európai Uniók nem csak egyszerűen az azt is, hogy a belső önmeghatározását és a belső, a, csatlakozási folyamatot, tehát a együtt menedzselje, amit mondani szoktunk, együtt próbálja megoldani a csatlakozást, a bővítést, a kiszélesítést és a métést. Ugye a mélyítés és a kiszélesítés folyamata ezek egymással együtt jöttek. Ha te most megkérdeznél egy németet vagy egy franciát, lehet, hogy különböző véleményeket hallanál, de elképzelhető, hogy ők arra vezetnék vissza az Európai Unió mondjuk így elmúlt húsz évének a nem kifejezett nagy tündöklését, vagy belső harcait, én nevezük ezt igazából egy kicsit egy iszabbirkózásnak, hogy nem kellett volna talán keletre nyitni. Ugye az szemszögükből talán így néz ki a dolog, hogy addig mi éltünk egy olyan világban, 15 ország, 15 ország, ugye az utolsó, előttünk 95-ben volt az utolsó bővítés, amikor Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozott, ezek az országok mind hozzáadtak anyagilag is az Európai Unióhoz, illetve Egészen más világba érkeztek, hiszen demokráciákba érkeztek. Tehát, hogyha az ő oldalról nézem, akkor lehet, hogy tudják a választ, az ő válaszok pedig azt, hogy talán nem kellett volna ezt meghúzni, ezt a lépést. Ezt, Tudjuk, hogy ez egy rossz percepció. Ezt percepció? A, a, hát térben mondják, Ofrikord beszélgetésekben, mert ez egy olyan, amit most mondasz, ez nyilván nem deklarált álláspont, hanem ez, a, ez az ő érzésük lehet, amit magánbeszélgetésekben megfogalmazunk Nem deklarált, de nem is többségi álláspont, ezt nem mondanám. Tehát, mm. azért azt látni kell, hogy akik politikai döntéshozatalban részt vesznek, és ott vannak, és meghatározó tényezők, azok számára teljesen világos, hogy nem volt más út. Ha megnézzük az Európai Unió mostani külpolitikáját, bővítési politikáját, akkor ugyanez a percepció tükröződik benne. Tehát nem azt mondják, hogy itt volt ez a 12 ország, egyébként sem a 12 ország nem egyforma mértékben integrálódott az Európai Unióba, de ugye, és akkor erre kitérünk arra is, hogy a nyugatnak is ebben nagyon sok előnye származott, nyugat-európának, hiszen a piac kiterjedt, a jogállamiság kiterjedt, és ezzel az is, hogy a befektetőik újabb és újabb területekre tudtak kerülni, ami az ő gazdagságukat, gazdagította tovább az ő gazdagságukat, gyarapította. Tehát ugye ez nem egy olyan játék volt, ahogy mondani szóltak az angolban, az zero sum game. mindenki számára nagyon jó mindenki számára megvoltak az előnyei. Úgy gondolom, hogy továbbra is megvannak az előnyei, még egy kicsit másképpen is, de sokkal óvatosabbá vált ez a közeg. Tehát mikor azt mondtam neked, hogy ha ők, náluk megkérdezünk embereket, akkor azt mondom, hogy azt nem mondom, hogy tízből öt ember így gondolhatja, de van egy ilyen vélemény is, ez nem többségi, nem meghatározó vélemény, csak arra akartam rámutatni, hogy nem mindegy, hogy melyik oldalról nézzük a dolgokat. Mikor arról beszélünk most, hogy mi is csalódtunk az Európai Unióban, mert az, Európai Unió nem kínálta számunkra azokat a csodákat, amiket vártunk, akkor azt is látni kell, hogy az elmúlt húsz évben mi ennek az Európai Uniónak a részesei voltunk. Nem tőlünk függetlenül történt mindaz, ami volt, ami az Európai Európai Unió eljutott húsz év alatt, abban nekünk oroszlán részünk van. Mi magyaroknak is, a lengyeleknek, meg a többieknek is. Igen, a brüsszeli nagykövet mondta nekünk egy interjúban, amikor kérdeztem, hogy, hogy neki belgának Brüsszel ugye egy belga főváros, a nemzeti büszkeség egyik székhelye, nekünk meg ugye egy kampányban, esetleg egy szó Európában, és erre azt válaszolta, hogy hát a Brüsszel, az mi vagyunk. Mármint 27 tagállam. Ez egy érdekes, mert Brüsszelből így látják ezt, viszont az, az, az fogott meg, amit mondtál, hogy volt egy csodavárás, hogyha azt hiszem így fogalmaztál. Igen. Te szemtanúja voltál a csatlakozási tárgyalásoknak, az egy nagy menet volt teljesíteni a feltételeket. Hogyan emlékszel vissza, hogy 2003-2004-ben még a, a népszavazás és a maga május, május első papír papíraláírás idején Mik voltak a nagy várakozások? És nem feltétlenül a magyar társadalom, hanem kint Brüsszelben a magyarok, a kinti állandó képviselet, stb. Tehát akik kint voltak, tudósítók, milyen várakozással voltak az EU irányába, hogy most tagállamok leszünk? Igen, én azt hiszem, hogy az, külön kell választanunk megint azt, hogy a magyar társadalom milyen esetleg irreális várakozásokkal tekintett az EU tagság elébe. Ugye többségében azért nálunk ugye voltak negatív hangok, de azért vagyunk őszintén, amikor arról aggódtak, hogy nem lehet majd mostékot adni a disznónak, meg mákot adni. Ezek nem erről szól a tagság alapvetően. Én azt mondom, hogy nincs, nem volt ember, senki, beleértve azokat, akik a legközelebb ültek a tűzhöz, a politikai döntés is, akik igazából tisztában lettek volna azzal, hogy ez, 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 a folyamat mit fog jelenteni az ország számára. Volt néhány bölcsember, és különösképpen kell kiemelni egyébként azt az embert, akinek szerintem oroszlán része volt a csatlakozási folyamat technikai részének a lebonyolításában, a Juhász hívták, ő volt a főtárgyaló. és hát azt lehet mondani, hogy több mint testőr, több mint főtárgyaló volt, hiszen gyakorlatilag ő írta az álláspontokat is sokszor, amelyeket a kormányok utána később átvettek. Az látható volt, hogy meg kellett, az ő meg kellett oldani egy nagyon fontos technikai kérdést. Össze kellett illeszteni két különböző szervezetet. Egy kicsit arra hasonlít, azt, azt hasonlítanám, amikor egy kicsit más irányba, amikor két sziámikret el kell választani, itt abban az esetben, az, 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 az hogyan lehet összeilleszteni olyan szöveteket egymással, hogy azok, miután a műtét véget ér, mert nevezzük ezt az egész csatlakozási folyamatot egy műtétnek, ezek ugyanúgy tud működni, szervesen tud működni együtt ez a két nem különböző irányból érkező szövet. És ezt nevezték igazából annak a folyamatnak, amikor Magyarországnak át kellett venni az uniós joganyagot, illetve át kell venni az uniós politikai és gazdasági hátteret jogszabályokat és értékeket. Ez a folyamat szerintem többé-kevésbé lezárult. Én majd részese voltam egy olyan projektnek az elmúlt évben, ami pontosan annak néztünk utána a különböző politikai, közpolitikai területeken, hogy milyen mértékben sikerült ezt a bővítési folyamat lemenedzselni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ami akkor történt, az egy fontos volt, ám de nem volt meghatározó a következő 10-20 évre. Tudnék azt, hogy gyakran elfelejtjük, miután beléptünk az Európai Unióba, attól kezdve már egy mozgóhajón voltunk, egy vonaton voltunk, utasok voltunk, de nem csak utasok, és szerintem ez a, amikor majd beszélünk talán erről is, hogy sok, sokszor úgy gondolták a magyarok, hogy mi csak utasok vagyunk, de azt is el kell képzelnünk, hogy mi nem csak utasok vagyunk, hanem a személyzet része is ezen a mondjuk itt TGV-n, ami egy kicsit ugye ezen a francia gyors expresszen, ami egy kicsit az elmúlt években lelassult, jókkal vagy rosszokkal is. Teljesen más egyébként a perspektíva, amikor valamit kívülről látsz, és kívülről minden olyan csillogó fényes, ami a magyaroknak tűnt az Európai Unió. Ha bekerültünk az Európai Unión belülre, azért láttuk azért, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudsz érdeket érvényesíteni. Például azt is, hogy stratégiailag gondolkodni. Mert szerintem ez, ez a legfontosabb része az Európai Uniónak. El kell fogadnunk azt, hogy az Európai Unió mi vagyunk, Brüsszel mi vagyunk, azon a, keretek adottak, a kereteket ismerni kell, és a keretek között már csak igazából rajtad is múlik az, hogy milyen ambícióid vannak, és mire akarod felhasználni az Európai Uniós tagságot, illetve mennyire tudod kihasználni a megnyíló mozgásteret. Visszatérnék a hasonlatodhoz, Sziámi Ikreknek, a, illetve két külön testnek a Sziámi Ikerré változtatása műtéti úton, hogy azért a a műtét után azért kiderült, hogy az idegen testet azért a szervezet próbálja kilökni, ezzel arra utalok, hogy megjelentek az első hajszerepedések a magyar EU-viszonyrendszerben, tehát hova datálnád, és milyen ügyekhez kötnéd, amikor az első konfliktusok feszültségek megjelentek ebben a kapcsolatrendszerben? Uh -huh. Én úgy gondolom, hogy egészen a a csatlakozásig, nagyjából a csatlakozás, vagy a csatlakozási tárgyalások, lezárásáig minden elég jó úton haladt, tehát mind a két oldalról, hiszen gondoljunk bele, akkor még nem is tapasztalatok azt, hogy mit jelent az EU-tagság. Én az első pontot, azért, és a politikát egy kicsit kénytelve vagyok ebbe beleszűni, azért muszáj, mert nem lehet kihagyni szerintem, hiszen tudjuk azt, hogy az embereken is nagyon, személyeken is nagyon sok múlik a történelemben. Ugye ez, ez pont az ellenkező annak, amit a marxizmus mond általában, de ez, ez nagyon fontos egyébként. Tudni, Lika, az volt ugye, hogy emlékeztetnék arra, hogy a csatlakozás, a magyar csatlakozás feltételeinek a 90-95 át a 98 és 2002 közötti Orbán kormány tárgyalta ki. A szocialisták visszajöttek, ugye a szocialista és szabad azt hiszem, a demokraták akkor igen, is... Megyesi kormány, egy, kormány Visszajöttek valamikor a tárgyalásoknak már az utolsó szakaszában, és az tényes való, hogy a utolsó szakaszban 2002. decemberében már Megyesi Péter ült a tárgyalóasztalnál, amikor Kopenhágába, így fogalmazok, lezsírozták az utolsó részleteket. De, de magát az de. elemeket, egy-két kivételével versenypolitika, a fő elemeit, a fő pilléreit az Orbán kormány a csatlakozásnak verte le. És ott láttam egy problémát, és erre, amikor beszélgetek ilyen régi veteránokkal, akik részt vettek a tárgyalásokban, hogy ott volt egy probléma azzal, ugye, hogy az Orbán kormány nem igazából vállalta föl annak a csatlakozási folyamatnak az eredményeit, és akkor már elkezdődött egyfajta kicsit ilyen politikai munka az EU-tagság eredményeivel szemben, amelyeknek a nagy egyébként büszke lehetett volna. Tehát volt egy törés, én úgy gondolom, ami valószínűleg egy belpolitikai törés lehetett. Minden oka meg lehet volna szerintem az akkori magyar a, 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 Fidesznek és az Orbán kormánynak, hogy büszke legyen arra az eredményre, amit egyébként ők vittek véghez nagy részt. De ugye a magyar politikai térbe bekerülve egy választás után, amik nyilván keserű, ö, eredmé, keserű emlékeket ébreszt ma is a Fideszesekben, és Orbán Viktorban is. Az lett, hogy a belpolitika nem először egyébként felülbírálta az egyébként történelmileg fantasztikus helyzetet, azt, hogy sikerült megugranunk azt a szintet, amelyről minden a magyar politikai elit különböző tagjai, akármilyen gondolkodásúak voltak, baloldaliak, vagy, vagy jobboldaliak, vagy bárhová tartoztak, az utolsó tíz év legnagyobb projektjének tartották. Ott kezdődött szerint ez az első törés. Ha, ha hogy egy kicsit jobban megértsem, nem biztos, hogy a nézők is értik, hogy mire célzott. Tehát arra gondolsz, hogy, ha a 2002-ben a Fidesz győz, és Orbán Viktor, és mondjuk Matolcsi, vagy bocsánat, Martonyi, Martonyi, János írja alá Kovács László és Megyesi Péter helyett a csatlakozási szerződést, akkor a Fidesz azt kommunikálta volna, hogy mi visszavezettük a posztkommunista elit és a 40 év kommunizmus után mi Európába visszavezettük konzervatívként Magyarországot. Így viszont az lett, hogy a posztkommunisták írták alá a szerződést, és azt kellett kommunikálni lám, ahogy szervülisek voltak Moszkvának, most Brüsszel alatt lettek a megyesiék, mi pedig a magyar szuverenitás őrzői vagyunk. Ez, ez én, volt a probléma? Én úgy látom, hogy volt egy ilyen probléma a helyzetben. Más lett volna a helyzet, hogyha az Orbán, Orbán Viktor tudja aláírni a szerződést, és és akkor a Fidesz ebben az esetben nyilvánvalóan alapvetően magának vindikálhatta volna a csatlakozást. Így bekerültek a szocialisták is, és megint csak arról van szó, hogy sajnos ez, a, ez az egész dolog itt, itt már kezdte elveszíteni össznemzeti jellegét, hogy az projekt volt. Bekerült a, a magyar politikai térbe, a magyar politikai köztérbe, hogy így fogalmazzak, és ennek a része lett. Én azt gondolom egyébként, hogy méltán büszke lehetett volna Orbán Viktor is. Amikor erről beszélünk, természetesen azért hangsúlyozom, ez az én percepcióm, onnan azt láttam, és beszélve azokkal a szereplőkkel, akik a magyar tárgyalások körül van nagyon fontos szerepet töltöttek be, és ugyanezeket az elemeket említék nekem is, hogy az első mondjuk így, kibicsaklás, ha úgy tetszik, az első kitekintés, az első unió ellenes érzelmek vagy hangok erre az időszakra köthetők, tehát hogy ami azzal függött össze igazából, hogy nem az a politikai erő tudta megünnepelni a csatlakozásnak a nem átélni a csatlakozás örömét a társadalommal, amelyik a nagy részét kitárgyalta, és úgy gondolta, hogy ő volt hivatotta arra igazából, történt közben egy változás, és bekerült egy, egy másfajta politikai térbe. Aztán utána mi következett, ez még megint egy más történet. Erről még beszélünk, de most még ott maradnék, hogy a szerinted nem normális, hogy mert Sokan azt mondják, elemzők, hogy amikor valaki, tehát egy, tag, egy ország csatlakozik tagállamként az EU-hoz, akkor az uniós politika automatikusan belpolitikává változik, és a belpolitika pedig exportálódik a Brüsszelben, az Európai parlamentbe, és ott a szocik, a konzervatívokkal ugyanazt a csatározásokat levívják, mint otthon a Szejnben, lengyelországban, vagy a országgyűlésben Magyarországon. Tehát szerinted a magyar, ez, ez a magyar acsarkodás, amit látunk a csatlakozás óta az EP-ben például, ezt a lengyelek, dánok, franciák ugyanúgy megteszik, vagy mi, mi azért rá tudunk tenni még egy lapáttal az ellenségeskedésben? Hogyan látod? Én úgy gondolom, hogy hasonlók előfordultak más országok kontextusában is, de mindig attól függő, hogy az adott országban éppen mennyire volt kielezett a politikai helyzet. A spanyoloknál is gyakran előfordul az, hogy a szocialisták és a és a, 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 spanyol néppártiak is egymást torkának esnek. Olaszországot említeném, ugye Beluszkón idején azért Olaszországban is a baloldal és a... Tehát ez mind az Európai Parlamentbe került. Ilyen értelemben szerintem ez, ez egy Magyarország, normális, nem? Ez egy normális dolog. Tehát, Magyarország... tehát ennek ez a helye, nem? Így ez a helye. Mindegy, ahogy ad is szerintem, hogy amiről sokszor megfeledkezünk, vagy sokszor ugye a belpolitikában ez kiemelik, az, hogy valaki püsszelben panaszkodik, vagy Brüsszelben próbál elérni valamit, amivel nem a saját azt a kormányát támogatja, amely kormány egyébként vele szemben nem éppen nagyvonalon viselkedik a belpolitikai téren, ez is teljesen normálisan az Európai játéktér része. Amikor arról beszélünk, hogy mi vagyunk, azt kell látni, hogy bekerültünk egy nagyobb politikai térbe. Az Európai Unió egy szélesebb politikai tér, ott más, lehet, hogy más eszközökkel vagy más kultúrával, más politikai kultúra mellett, de kitágul ez a tér, és ott sok mindent el lehet érni, legalábbis úgy gondolják, amit esetleg belpolitikában nem lehet elérni. Mondanék egy példát erre, mert szerintem ne csak rébuszokban beszéljünk. Ugye most így gyakran halljuk a magyar kormány részéről, hogy az ellenzékiek, akik ott áskálódnak, hogy megpróbálják elérni, hogy Magyarország minél kevesebb pénzt rossz pozícióba jusson. Én emlékszem azért arra, amikor egyébként a fideszesek ellenzékben voltak, az a 2000 2 és a 2010 közötti időszakról beszélünk, hiszen ott volt 8, 8 év, amikor baloldali kormány volt, akkor egy, ak akkoriban ment, ment már úgynevezett deficit eljárás. Ugye Magyarországnak nagyon hosszú, nagy a gyurcsány kormány idején kezdődött, sőt, úgy léptünk be a megyesi kormányjal, hogy a magyar állomáztatás hiánya mennyire nagyobb volt. Ez egy hosszú folyamat, kilenc éves hát IMF folyamat volt. hitel volt, tehát IMF ott az f... nagyon sok probléma sok volt. Sok probléma így. volt, ugye Magyarország volt tulajdonképpen az első, Magyarország dőlt be majdnem elsőként, 2008-ban mi voltunk az első, az Európai Uniónak mentő, pénzügy pénzügymentőet kellett dobni a Gyurcsány kormánynak, ne felejtsük el. De még korábbról beszélek, tehát hogy akkor amikor a Gyurcsány kormány alatt éveken keresztül tartott ez a folyamat, és valahogy nem akart felgyorsulni, Részben azért nem egyébként, mert egy szocialista, spanyol szocialista biztos, Almónia volt akkor a gazdasági és pénzügyi biztos, és szerintem joggal akkoriban az akkori fideszes képviselők a parlamentben minden követ megmozgattak annak érdekében, én most megkérdezni Becsei Zsoltot, mert ő kim volt akkor és ő ezt el is mondja, hogy, hogy, Magyarországot megbüntessék. Csak azért mondom ezt, mert tulajdonképpen jól látni, vagy, vagy, én ugye ennyi év tapasztalatával azt látom, hogy miért valaki hatalomra kerül, akkor ezeket elfelejti, és mikor ellenzében van, akkor egészen másképp viselkedik. Tehát el kéne fogadni azt, hogy ez a dolgok logikájából is következik. Pont egyébként ezt a példát akartam volna hozni, hogy nem tudtam, milyen példát akarsz, de ugyanezt akartam, hogy ez nem a Rubikon átlépés, ugye a magyar jobb oldal azzal élve, hogy az a Rubikon átlépés, hogyha a saját hazádnak a megbüntetését úgy kéret, hogy kivéreztessék anyagilag ugye sokan hazaárulást emlegetnek, akkor te ezt a politikai játszmák részeként látod újságíróként. Ugye nem hát mindegy, belefér. Igen, belefér igen ez belefér, ez mindegy. nem mindegy, hogy mi a tét, ugye. És persze, amikor arról beszélünk, én azt értem, a, hogy egy politikai erő számára ez egy magas labda, tulajdonképpen, hogy, a, hogy ezzel a politikai ellenfelét revolverezze, és ez szerintem mások is, a lengyelek esetében is abszolút így volt, de azért óvatos lennék az árulózással, mert elég visszalapozni néhány évet a magyar történelembe, és akkor arra jutunk oda, hogy akkor aki most azt mondja, hogy áruló az ellenzik, akkor ezek szerint tíz évvel ezelőtt ön maga is úgy viselkedett, hogy áruló volt. Ezért nincs értelme ennek szerintem. Azért más, más történet, amiről beszélünk, hogy kivéreztetik-e Magyarországot, pedig az a cél, hogy hogy ország ne kapja meg a pénzt, hiszen azért mindig kettőn áll a vásár, azt tudjuk nagyon jól, ennek a történetnek van egy Magyarországi része is, csak arról hogy Erről nyilvánvalóan nem beszél. Igen. Igen, így a jogállamiság. Tehát az igen. a kérdés, hogy a két szempont az, hogy a, a brüsszeli szempont az, hogy Magyarország tartsa be azokat a doktrinér, vagy nem tudom, nem leír, de eszme, eszmélyiségében ott lebegő értékeket, amelyet az EU valahogy elvárna, és ezt Magyarország nem teljesíti, szuverenitásra hivatkozva a magyar szempont pedig az, hogy egy liberális világképet próbálnak ránk és ez a választói igényekkel nem egyezik, és egy brüsszeli diktátumnak értelmezik ezt az elvárást. A kérdésem az ehhez kapcsolódna, tovább lépve, hogy az magyar ellenzéknek nagy csalódást okozhat az, hogy a pénzügyi megszorít, tehát a, a, az uniós pénzek nem fizetésének kivételével, mert ez egy hatékony eszköznek tűnik szorongatni a magyar kormány, De az összes más eljárás, jogállamisági eljárás, hetes cikke szerinti eljárás belengetése kötelezettségszegési eljárások, Magyarország teljesít, valamennyire kompromisszum van az ártajtók mögött. Mi azt látjuk, hogy nagy problémák vannak, de közben a tisztségviselők vagy elsikálják ezeket a konfliktusokat. Az ellenzéknek nagyon frusztráló lehet, hogy egy eszköz kivételével még egyszer, Hiába kérnek az EU-tól segítséget, hogy láme az EU tagállamai vagyunk, de mégse tudja Brüsszel Magyarországot rávenni, hogy olyan élet legyen, mint ahogy az ellenzék szeretné. A másik pedig, hogy a magyar kormány pedig ugye azt látja, hogy Brüsszel túlságosan ráerőlteti a világképet, a magyar kormánynak pont az ellentéte. Hagyni kéne a tagállamokat élni, és ne szóljon bele Brüsszel abba, hogy a magyar viszonyok, magyar demokrácia felfogás hogyan alakítja ki az intézményrendszert. Tehát magyarul az EU-tagság mind a két oldalnak Magyarországon valamilyen frusztrációt okoz, nem? Nem így látod? De valószínűleg így van egyébként, és mind a kettő meg lehet magyarázni. Az egyik oldalnál az, hogy, hogy így van az ellenzéket kérdezzük, akkor azt mondják, hogy ők túlságosan gyengekezűnek tartják az Európai Uniót. Nem avatkozik be eléggé, nincs elég bátorsága az intézmények. A szívak megkötik a hátiralkukat, stb. És ugye a magyar kormány részéről, meg pont az ellenkező számokra az Európai Unió túlságosan beavatkozó, túlságosan sokat enged meg magának, túlságosan intruzív. Ugye ezek a kérdések mindig akkor jelentkeznek, igazából. hogy a megítélés kérdése, hogy amikor kivetítjük a magyar belpolitikát, az ellenzék valószínűleg úgy érzi, hogy a magyar belpolitikai én elfogyott a levegő körülötte, ezért logikusan a maga rész szempontjából Európa felé fordul segítségért. Másfelől a magyar kormányzat meg számára, és én, én, ezt látom az elmúlt, most már több mint egy évtizedben, miután Magyarországon az ellenzék meggyengült, most nem arról beszélünk, hogy a Tisza pártnak esetleg milyen kilátásai vannak, hiszen ez még egy korai helyzet ebből a szempontból, miután, miután, gyakorlatilag a belső, mondjuk így fékek és ellensúlyok meggyengültek, tehát gyakorlatilag ellenállás nélkül, mint kés a tudja keresztül vinni a legtöbb politikai szándékait és akaratát, Európa, az Európai Unió vált az egyetlen fékező tényezővé. tényezővé. Ha erről beszélünk. Most nem az Egyesült Államokról beszélek, az Európai Unióval. Miért? Azért, mert az Európai Unióban ugye a különböző jogszabályok, megvannak a különböző, van egy szerződés, és azért, amikor mondtad, hogy, hogy nincsenek esetleg kodifikálva ezek az elvek. Az elvek kodifikálva vannak, hiszen az alapvető jogok kartája, ami az a szerződésnek a részé vált, az fősorolja az alapvető értékeket. Az egy más kérdés, hogy ez ki hogy értelmezi. Igen. Ugye, Pont arra gondolok, hogy van, ahol nincs alkotmánybíróság tagállamban, nem probléma, nálunk van, de az EU úgy ítéli meg, hogy, hogy túlságosan szervil is a magyar kormányhoz, sérül a jogállamiság, beleszól. Tehát, hogy, hogy a tagállami szabályozások különbözőek, és az EU magyar percepció az, hogy EU az Európai Bizottság egészen konkrétan egyes tagállamokat kiszúr magának, ahol nem tetszik neki a jogállamiság betartása, máshol szintén lehetne talán, de nem szúrja ki őket. Ezért a magyar kormánynak egy magas labda az, hogy úgy kommunikálja ezt, hogy ahol jobboldali kormány van, és Migráció ellen, stb. És azokat a bizottság piszkálja, ahol pedig mondjuk baloldali liberális kormányok vannak, de ugyanúgy sérül esetleg a jogállamiság, azokat ideológiai, politikai okokból a bizottság nem piszkálja. Erre mi a te válaszod? Igen, igen. Szerintem ez egy nagyon leegyszerűsített kép, és természetesen tudod, én tisztában vagyok azzal, hogy pontosan ez az egyik taktikája a magyar kormányzatnak, hogy mindenhol megkeres példákat, ahol nincs alkotmánybíróság, ahol mondjuk esetleg bizonyítható az, hogy ott van egy ilyen probléma, és azt nem kezelik. De egy dolog azt hiszem nagyon nagy különbség, ezt azt hiszem a rendszer szintűség. Tehát magyar, amiben Magyarország különbözik, hogy Magyarország egy olyan mozaikja állt össze a fékek és ellensúlyoknak a lebontásának, ami nincs még egy olyan ország az Európai Unióban, beleértve egyébként most még Szlovákiát is, meglátjuk, hogy Szlovákia ebbe az irányba de sem, de például Lengyelországban sem volt, ahol összeállna egy olyan kép, hogy nem csak egyszerűen arról van szó, hogy az alkotmánybíróság, ugye mert mondjuk lehet találni egy olyan országot, vagy több országot az Európai Unióban alkotmánybíróság nincs, hogy nem működik, de mondjuk Finnországban, de ott vannak más garanciák, vagy, a, vagy, például azok a garanciák is megvannak, hogy a kormányzat bizonyos dolgokat nem lép át, bizonyos dolgokat tiszteletben tart. Hát az tar összkép. Az összkép, az, az nagyon fontos ebben a dologban, mert hogyha ha, ha, azt nézzük csak, hogy ha kiemelek egyes elemeket, hogy itt a Franciaország, meg Finnországban tessék, ott, ott sincs alkotmánybíróság miért. Elvesznek Németországból egy másik dolgot, ahol mondjuk az igazság, Lengyelország igazságügyi miniszter pillanatilag még mindig egyébként ellenőrzi, ő a főügyész is. Tehát ezeket szépen össze lehet rakni, de ha azt nézzük, hogy Magyarországon érdekes módon, de csak nem nagyon beszélünk erről, minden elem létezik, viszont a többi országban nem létezik minden elem. És ebből kirakódik egy olyan mozaik, ami a magyar helyzetet teljesen egy, 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 egyedivé, unikálissá teszi. És akkor erre még azt mondanám, hogy mire az Európai Unió, és akkor most az ellenzék oldaláról nézzük, egyáltalán ezt a kérdést, ezt a témát felvette, felkapta, és egyáltalán odafigyelt rá, több évnek kellett eltennie. Most a 14 éve tart ez a küzdelem, az egymásnak feszülés az Orbán kormány és a, és a, a mindenkori mondjuk így Európai Bizottság Brüsszel között, és már eljutottunk egy olyan szintre, Amiről nem nagyon beszélünk, pedig ez nagyon fontos dolog szerintem, ma már nem brüsszel nem Brüsszelről beszélünk, ma már egyre többször olyan szituációba keveredünk, amikor 26 tagállam áll szembe egy tagállammal. Már pedig szerintem varsóra azt mondani, hogy Brüsszel, vagy Rigára azt mondani, hogy Brüsszel, vagy Madridra azt mondani, hogy Brüsszel, az egy nagyon leegyszerűsítő, de vulgáris leegyszerűsítése a dolgoknak. Tehát arra kéne választ adni, hogy eljutottunk oda, hogy sokáig az Európai Bizottsággal tartott a küzdelem, ma már az EU 26 tagállam, most vegyük, vegyünk le mondjuk egyet mindig a lengyeleket, a lengyelek már visszaálltak ugye a sorba, de mondjuk akkor a szlovákokat, akkor a 25 sorba. A sorban azt jelenti, hogy kormányváltás volt, és egy olyan kormány koalíció állt össze, amely a brüsszeli politikákkal jobban meg tud barátkozni, mint mondjuk a jog és igazságosság. A kérdésem igazából az lenne, mert a bizottságot mondtad, hogy hogy a konfliktus vele volt az elmúlt 14 évben, hogy ez nem csak a magyar kormánynak az érzékelése, hanem több tagállamban fölmerül, hogy a bizottság, a hatáskör, tehát például alapszerződés módosításokkal, ugye Nizza, Kopenhága, mi volt még, ami az hát, Ugye a, több legutolsó, volt, tehát, a legutolsó, ugye az még a, a Lisszaboni szerződés. A Lisszaboni szerződés, Tehát az, hogy a hatáskörök módosulnak folyamatosan. A magyar kormány egyik sérelme az, hogy az, intéz, az uniós intézmények jogköröket kapnak, a tagállamok vesztenek. Az Európai Bizottsága pedig a magyar kormányok, és még egyszer nem csak a magyar kormány, más tagállamokban is van egy ilyen kritika, hogy a szerződések őréből egy politikai grémiummá nőtte ki magát, részben az uniós jog ezt alátámasztja, részben szakértők szerint túlterjeszkedik a felhatalmazásán, a mandátumán, és az uniós jog ellenében, Dönt, ugyanúgy az Európai Bíróságot is már vádolják ilyennel, hogy a döntéseiben mm. már pártos döntéseket hoz. A Parlament, az is egy nagy kérdőjel. Most az, önt, az összes intézményt elmondom. Tanácsi szavazási rend, az egy külön történet. Tehát bizonyos tagállamok azt sérelmezik, hogy az uniós intézmények túlnőtték magukat. 2004-ben Magyarország egy olyan klubhoz tartozott, ahol a szabályok nem ezek voltak, a szabályok megváltoztak, és a magyar kormány és mások azt mondják, hogy a szabály változtatások miatt lett a konfliktus. Igen, ez is egy érdekes megközelítés, és részben talán igaz, mert ugye azt látjuk azért, hogy vegyük azt a példát, hogy miért Magyarország nem csatlakozott az Európai Unióhoz, a jogállamisági kérdés föl sem igazából. Most nem csak Magyarországról beszélek, a közép- és kelet-európaiakról. Ugye nyilván az, az egyik oka annak, hogy miért óvatosak Szerbiával, meg a többi országgal szemben, hiszen ha bekerülnek ezek az országok, jelenlegi formájában működve az Európai Unió megbénulhat. De volt ott egy 2000-ben ugye ez az osztrák ügy, ez a Heider ügy, ami már ugye az előjele volt annak, hogy ott valami baj lehet. Szerintem volt az Európai Unió hibát követett el, hogy beavatkozott, nem is az Európai Unió hatkozott be a 14 ország. De utána később szerintem azért sok szempontból változott a helyzet. Léteztek olyan problémák, amelyek addig nem léteztek, és azokra válaszokat kellett adni. És az válaszokat mindig természetesen az adott szerződéses keretek között tudták megadni. Itt ide jön az például, hogy a hetedik cikk szerinti eljárást is megváltoztatták, módosították annak érdekében, hogy működőképes legyen a jövőre nézve. De arra nem készültek fel például, hogy lesz egy-két olyan ország az Európai Unióban, amelyik nem ugyanaz, ugyanúgy tekint a demokráciára, a fékek és ellensúlyok vagy jogállamiság rendszerére, mint a belépéskor. A belépéskor Magyarország egy másfajta árut árult az Európai Unió felé, hiszen hogyha a mai Magyarországot nézzük, sokan azt sokszor mondják azt, hogy ez az Európai ország már nem teljesíti a belépés feltételeit. Magyarán a csatlakozáshoz kell visszamennünk, ha nem teljesítjük a csatlakozás kori feltételeket, azokat a feltételeket, akkor nagyon szigorúan néztek, akkor valami történnie kellett, és nem feltétlenül az Európai Uniós térfélen. Az De én ott is történik, nem? is történik. Az én olvasatom az igazából, hogy jöttek a kihívások, amire reagáltak az Európai Unió intézményei. Az Európai Bizottságnak egy adott szerződéses jogrendszerbe kellett ezekre a dolgokra, a kihívásokra válaszolni, és a kihívás, a válasz az volt, hogy megpróbálták a rendelkezésükre álló különböző eszközöket beindítani. Arra gondolok, hogy a hetedik szerinti eljárást, az egyes szabálysértési, jogsértési eljárásokat. És még egy dolog nagyon fontos, az Európai Bizottság természetesen, igen, az Európai Bizottságnak vannak ilyen ambíciói is esetleg, vagy olyan helyzete, hogy ahogy esetleg azt lehet, azt lehet vádolni, hogy politikai megfontolások alapján cselekszik, de ugye azért azt, azt, ne felejtsük el, hogy ez mindenhol előfordul, mindenhol létezik. Ha az a szempont, az a szempont, és akkor itt nem csak az Európai Bizottságról beszélek, hogy mi az Európai Unióban nekünk megvannak a saját szerződéses elveink, a saját értékeink, és van egy ország vagy két ország, ami ezeket úgy rúgja fel, a, a többségbeleátásra szintén, és nem csak az Európai Bizottságról beszélünk, azért megint csak oda kell kiukadnunk, hogy az Európai Bizottság önmagában nem nagyon tud büntetni azt, hogy Magyarországgal szemben leállították a pénz foly, folyamatot. Az Európai Tanács Az a, a tanács, nem is az Európai Tanács, a tanács döntött el. Mm. Tehát itt, itt megint van egy összemosása a dolgoknak, amit nyilvánvalóan itthon nem nagyon látnak az emberek. Látni kell azt, hogy mindig ez egy, ez egy jogi folyamatba öt, kerül bele. Magyarán, az történt, az Európai Bizottság, lehet, az Európai Parlamentnek a nyomására, politikai nyomására, az Európai Bizottság úgy értékelte, hogy megérett a helyzet, hiszen van egy új eszköz a kezében, ez a feltételességi rendszer, és azt mondta, hogy úgy látja, hogy Magyarország esetében kimerítjük azokat a feltéteket, ami alapján ezt a pénzféket be tudjuk tenni a rendszerbe. De nem az Európai Bizottság állította le a pénzeket, Milyen, hanem Magyarország Orbán Viktornak a, mondjuk így, a kollégái. Ők döntöttek így. Zoli, lezárva ezt a metaszintű elemzést, egy-két konkrétumot még az adás végén kérdeznék tőled. Ö, ö, tíz éves távlatban. Ugye itt a, onnan indultunk ki, hogy ki, azt mondtad, hogy 2004-ben megjelent hirtelen tíz tagjelölt, fölvették őket, és 15-ből 25 tagúvá vált, és ez indokolja az, hogy az alapszerzős módosításokat át kell struktúrálni az intézményrendszert, a hatásköröket, mert működő képesség kellett tenni egy majdnem duplájára növő konglomerátumot. Tíz éves távlat Te hogyan látod az intézményrendszert? Hogyha a magyar sérelmek azok, hogy ezek az állandó szerződésmódosítások, hatáskörelvonások, elvonások, vízfej növekedés Brüsszelben, a föderáció vagy a föderalizáció fele fog ö, működni, a politikai integráció fog felgyorsulni. Tíz éves távlatban Magyarország számára elviselhetetlen lesz ez a struktúra, hogyha a magyar konzervatív kormány ez tíz év múlva is, és az EU ebbe az irányba fejlődik? Ja, itt nagyon sok kérdés, nagyon sok alkérdést vett föl természetesen. A fő kérdés természetesen az, hogy a folyamatok, a kihívások, ami az Európai Unió előtt állnak, azok abban az irányban mennek -e el hogy a nemzeti szuverenitás erősítése lesz a következő években a válasz, vagy pedig az, hogy az Európai Unió az európai szuverenitás erősítése. Én úgy gondolom, azt hiszem, hogy, hogy bármennyire is szeretnék érvelni a nemzeti szuverenitás mellett, egyre kevésbé van jelentősége. Egyre fontosabb az európai szuverenitás. Amikor arról beszélünk, európai szuverenitás, arról beszélünk, hogy van egy tömb Európában, amely többé-kevésbé azonos értékeket képvisel, egy nagyon nagy belső piacot üzemeltet, a világ legnagyobb belső piacát, amely a leggazdagabbá teszi még mai napon is a világon, és ezt ennek a fenntartása, vagy egy, vagy egy euró is, ennek a fenntartása, ez érdeke. Ezt úgy kell fenntartania a saját szerepét, a saját belső kohézióet hát az Európai Uniónak, a saját belső értékrendszerét, demokratikus felfogását, hogy külött a világ eléggé megváltozott. Mutatok Kínára, mutatok Oroszországra, mutatok az autokráciákra, és mutatok az Egyesült Államokra is. Tehát az Európai Uniók azt kell eldönteni igazából, hogy tovább kívánne haladni azon az úton, aminek az a célja, nem az a célja, ezt felejtsük el, hogy vannak föderalisták az Európai Unióban és vannak szuverenisták is. Mindig is lesznek. Jó, Az Mindig Európai Egyesült Államok projekt az mi? Az egy politikai termék, amiben ami komolyan egy, foglalkozni? Az egyik politikai terv, az egyik politikai terv, amelynek vannak hívei az Európai Unión belül. A másik pedig az, vannak akik azt mondják, hogy itt és most álljon le az európai integrációit. Rossz hírem van számukra, hogy nem fog leállni, tudnék a válságok újabb és újabb területekre kényszerítik az Európai Uniót, újabb és újabb területeken kell magasabbra emelni az együttműködés szintjét, tudnék alacsony szinten, tagállami szinten már nem, kép, nem vagyunk képesek választ adni erre. Az én válaszom erre az, hogy meg kell barátkozni mindenkinek azzal, hogy nem, nem, az, hogy Európai Egyesült Államok leszünk, hiszen senki sem tudja azt, hogy ez a folyamat elindul. Úgy kell tekinteni az európai integrációra, hogy ez egy hosszú utazás. Ebben a hosszú utazásban nem lineárisan haladunk egy cél a federatív Európa felé, hanem néha úgy haladunk, hogy egy lépést teszünk előre, két lépést hátra, néha pedig úgy haladunk, hogy bekerülünk mély völgyekbe, és néha pedig úgy, hogy teljesen kreatív megoldások születnek. Amit én mondani akarok, az az, hogy a következő években szerintem kreatív megoldásokra kell felkészülni, ami azt jelenti például az Európai Unió finanszírozásában is, de a meghatározó az lesz, hogy az Európai Unió milyen irányba indul, az, hogy mennyire lesz képes a belső kohézióját, a belső egységét megtartani, és ezért ez, ebben kell elgondolkozni egy olyan országnak is, amelyik az utóbbi években szembe került ezzel a belső egységgel, kohézióval. hogy kérdezem azt, amit Orbán Viktor március 15-én 15, úgy fogal... 15 beszédében úgy fogalmazott, hogy, hogy nincs má... ha meg akarjuk tartani a szabadságot, szuverenitást, nincs más választásunk, el kell, nem, nem Brüsszel foglalná bennünket, hanem nekünk kell elfoglalnunk Brüsszelt. Látjuk a választási eredményeket, volt egy jobboldali elmozdulás, de nem volt földrengészszerű, tektonikai elmozdulás. A kérdésem az, hogyha ezek a tendenciák folytatódnak, nem lehet, hogy 29-es választásokkor nem az a forgatókönyv lesz, amit te gazdasági és egység szükségszerűségnek fogsz föl, vagy látsz, hogy, hogy a választópolgároknak nem biztos, hogy az lesz a vélemény az EU irányáról, mint ahogy az elit látja a a, a birodalom egybetartásának a szükségességét. Ők azt gondolják, hogy vissza a tagállami szuverenitást, úgy szavaznak, és 29-ben egy jobb oldali fordulat lesz vissza a szuverenitáshoz. Nem adsz ennek egy esélyt? Erre is lehet esély. És ezt természetesen azt hiszem, az esély onnan fakad, hogyha a jelenlegi, mondjuk így a, a fősodor, a politikai fősodor nem embereli, embereli meg magát, és nem koncentrátileg azokra a lényegi problémákra ebbe beértem egyik a kommunikációt is, hogy kommunikálni az emberekkel, amelyekről az Európai Unió szól. Tudni, én azt látom igazából, hogy most két irányú dolog, két irányú mozgás tapasztalható a politikai téren. A szélső jobboldali pártok, mint a Löppen párt, de a Melónit is ide sorolták ugye korábban még, elindultak a centrum felé. Miért? Azért, mert nagyon jól érezték azt, hogy szélső nem fognak tudni Európában hatalma kerülni. Tudnék, az erópai, a nyugat-európaiak nagy része számára van egy olyan pont, még mindig, ami még mindig tart, függetlenül attól, most, attól most, hogy, gazdaságilag mennyire érzik magukat jól, vagy nem a bőrükben, meg esetleg valóban migrációs ügyek, ezek fontos kérdések egyébként valóban is rosszul menedzselték az elmúlt években, de, de számukra az, ők is érzékelik, hogy ez az a ponttal nem tudnak bekerülni. Ezért ők közeledtek a centrum felé. Mit látunk a másik oldalon? Az Európai Néppárt, vagy a legnagyobb európai párt, mondjuk így a jobb középpártok, felfogták azt, hogy nekik is nyitniuk kell a másik irányba, ezért ők is igyekeznek, Ugye, a, a, úgy jön a folyamat, hogy a bárányok megpróbálnak inkább farkasbőrbe bújni, a farkasok megpróbálnak báránybőrbe bújni. És abból lesz valami, ami kikerekedik ebből. Én arra azt nem tudom megmondani, hogy, hogy lesz egy olyan jobbodali politikai fordulat, amit a magyar miniszterelnök már mostanra jósolt, és azt hiszem, hogy tévedett vele, jelentősen tévedett vele. Ez inkább egy ilyen vágyvezérend gondolkodás volt. Ez úgy gondolom, hogy őt gyakran jellemzi, hogy válvezélet gondolkodásba keveri magát, de egy politikustól ez természetesen érthető, és, és úgy gondolom, hogy rendben van. Csak akkor választ kell adni arra is, hogy miért nem következett be az a fordulat, volt egy, nincs Volt egy módosulás. Az a kérdés, hogy ez a tendencia 29-ig beérik-e? Tehát hát az igen, ez a tendencia, ez a ez a, tendencia az előző öt évben is, tehát úgy tetszik, van egy lassú módosulás, lesz-e átfordulás, ugye az, hogy elfoglaljuk-e Brüsszel. Most akkor ez egy másik kérdés, és nagyon messzire vezet, hogy, ha ezek az erők kerülnek hatalomra, amelyek ugye láthatóan az integrációt, az a, a integráció szempontjából nem mennének tovább, magasabb szintekre a szuverenitásuk feladásában, ugye amire én azt mondtam, hogy szerintem a, a történelem kereke ebbe az irányba hajtja az európaiakat is, hogy minél több területen, és ebben lehetnek különböző formái is, összerakják az erejüket, egyesítsék az erőket, nem pedig szétfologácsolódjanak. Tehát az egy olyan kérdés, hogy vajon az a megoldása erre, hogy minden ország szépen visszamegy az államhatárai közé, köré. Ugye a azt mondták, hogy ők szeretnének Schengenből kilépni. Tehát csomó dolog van, és ezen a megoldása arra, hogy így Európa, mint, egy, mint annak idején a középkorban, a kiskirályság, a fejedelemségek idején, az már nem az az Európai Unió lesz. Azt nevezzük Pásnak. Tehát én úgy gondolom, hogy van, van ennek egy ellenmondása, ha az Európai Unióról beszélünk, akkor van egy a logikája, hogy haladunk egy úton, ahol a 27 ország közösen felvett, Fenn megfontolt szándéka az, hogy van egy egyetértés közöttünk, legalább az alapokról. Ha az egyetértés megszűnik az alapokról, és ez a kérdés, amit szerintem a magyar miniszternek el kell dönteni, hogy én az Európai Unió alapjaival egyetértek-e, vagy sem. Mert hogy nem értek egyet az Európai Unió alapjaival, akkor nagyon frusztráló lesz a magyar eu a Fidesz kormányzat idején. A másik oldalról meg viszont azt kell felfogniuk, vagy azt kellene, abban tévedtek szerintem, ők úgy gondolták a sokan, Brüsszelben is, hogy a lengyel és a magyar kilengések azok periódikusak lesznek. Tehát úgy gondolták, hogy lehet egy olyan időszak, amikor öt évig egy másik eroszkeptikus kormány kerül hatalomra Budapesten meg Varsóban, de majd jön a következő kormány, és akkor minden vissza a helyére azt hiszem pont az Orbán kormány mutatja meg, hogy Magyarország esetében ez nem valósult meg, tehát erre is azért kell választ adni. Meglátjuk, hogy mi, mitbe fog ez, hova fog ez vezetni, de azt látom, én azt érzékelem Brüsszelben ennyi év után is, hogy, és ez az ellenzék számára egy fontos tanulság, hogy ma az Európai Bizottságban szerintem józan ember, vannak józan emberek, senki sem gondolja úgy, hogy Magyarország politikájának az irányai sorsa Brüsszelben dől el, hanem Budapesten fog eldőlni, és akkor itt lép be, ha egy új politikai erő belép ebbe a képbe, az egy más kérdés. De senki nem gondolja azt, hogy az Európai Unió képes lenne, vagy egyáltalán meg akarja változtatni a magyar politikai rendet, mi akkor is hozzáteszem, hogyha ez amúgy, ha megváltozna számára, nagy könnyebbséggel érne fel, hiszen egy jelentős fékező vagy vagy egy illojális tényező kikerülne a rendszerből, de ez nem az ő dolguk. Világos. Az Oli három rövid kérdés a végére, és ezek már inkább kapcsolódnak a, 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 tört, a jelenkor történéseihez, politikai történéseihez. Az egyik a centrumpártokkal kapcsolatos, a másik a patrioták Európád, és a harmadik a TISZAPárt. Centrumpártok, Fonderlejen, ezzel a, ahogy újra választották a bizottság élére, azt láttuk, hogy bár elfogadta volna Melóniék támogatása, ICR-nek a támogatás, hogy tuti legyen a, a mandátum ismétlés, de úgy látszik elegendő volt a régi centrumpártoknak, a régi koalíciójának a szavazat. Néppárt, szocdemek, zöldek, liberálisok. És mivel úgy látjuk, hogy hiába volt jobbra tolódása a választásokon, a centrumpártok még mindig tudják irányítani az LP-ben, többségük van. Ez a régi, mondjuk az, hogy uniós elit, a mostani következő öt évben kényszerül bármilyen ö, döntési mechanizmus beli, bármilyen ö, lobbizási vagy politikai ö, kapcsolatrendszerépítésben bármilyen változtatásra, finom hangolásra, vagyok, úgy érzik, hogy megint megszilárdult a hatalmuk, és marad minden business as usual, ahogy az elmúlt öt évben, úgyhogy folytatódni öt éven keresztül megint. Egyértelmű az előbbi egyébként, tehát egyértelmű az, hogy be kell tanulniuk egy új környezetben, új politikai erőviszonyok között tevékenykedni ha fenn akarják tartani ezt a helyzetet. Ezt mutatta egyébként az is, amit te is szélosztál, hogy von der már kicsit még jobbra kellett um, tolódnia azért, hogy szavazatokat gyűjtsön, hogy át tudjon mennie, hiszen... Uh, nem volt biztos, ugye, hogy meg lesz? Nem volt biztos. Azért sem volt biztos, mert nem vehette készpéznek azt, hogy a, 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 zöldektől a saját pártját, a néppártól, vagy a szociális, szociális mindenki rá fog szavazni. Körülbelül 10, Legutóbb, el az előző alkalommal 5 évvel ezelőtt, akkor csak 9 szavazattal ment át, és úgy, hogy kb. 10-15 százaléka a saját pártjának is ellene szavazott. Tehát miután titkos szavazás van, ezért senki sem tudhatja. Én úgy gondolom, hogy az a látványos jobbra tolódásról beszélhetünk, de nem változtatta meg az Európai Unió politikai erőtérképét ez. Annyiban megváltoztatta, hogy az ányalatok változtak belőle, benne, meggyengült a, a politikai centrum, nevezük ezt Európa-párti progresszív politikai centrumnak, és van egy elmozdulás, ezt leginkább az Európai Néppártnak a mozgását érdemes figyelni ebben a tekintetben. Az Európai Néppárt időben ráézett arra, amit én úgy elemeztem, hogy ahogy a bárányok falkasből bebújnak, hogy néhány olyan politikát, amiben szerinte az elmúlt idő öt évben túlságosan elvetette a súlykot az Európai Unió a migráció kérdése esetleg ide tartozik, valóban így van, bár ugye kicsit azért, ott, ott, azért a, a Meloni elfogadta a migrációs paktumat, azért ne felejtsük Igen. el, tehát ott nagyon nehéz volt összehozni, szinte lehetetlen volt összehozni egy olyan dolgot, amiben mindenkinek kérdező, a klímaváltozás, a klímapolitika, az zöld átállás. de ne felejtsünk el egy nagyon fontos dolgot, és megint visszatérek, ahonnan indultam, a külső tényezőkre. Ha, ha nem történt volna az ukrajnai háború, Ugye, és erre az, ez az energiapolitikai válasz, ami arra az vezetett, hogy Európa eldöntötte azt, hogy az orosz zsarolási potenciál gyengítésével kilép az orosz energia import fókuszából. Ha mindez nem történt volna, akkor a zöld átállás költségei borsosak bolsos, lennének, nem lennének ilyen drámai mértékűek. Ezért mondom azt, hogy amivel elindulta öt évvel ezelőtt a zöld átállási rendszer, az, az közben a feltételek drámai mértékben megváltoztak. És ennek az lett a következménye, hogy egyes társadalmi rétegeknek, meg országoknak több pénz kell, többbe kerül ez. Például a, mezőgazdák, az, 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 a mezőgazdáknak. Ezért szükség van arra, hogy ezt a meglévő egyébként olyan politikát, amit már eldöntöttek és folytatni fognak, átrendezik, finom hangolják, bizonyos területeken lekerekítsék, bizonyos területeken visszafogjanak, lassítsanak, esetleg menjenek tovább. Tehát azt hiszem, hogy, hogy igen, abban visszatérve arról beszéltünk, hogy vannak olyan tendenciák, hogy a brüsszeli buborék okosnak képzeli magát, és ezért néha esetleg túl gondolja a dolgokat, vagy pedig nem tudja figyelembe venni egészen azt, hogy ebben a hatalmas 27 ország által lefedett területen milyen eredményei vannak az egyes politikáknak. Erre mondom azt, hogy igazából a lenne szükség mindenki számára, hogy próbáljuk azt, azt hogyha együtt akarunk maradni ebben, hogy minél kevesebb másodlagos hatása legyen ezeknek, nem szándékolt másodlagos hatása ezeknek a politikáknak mások. Ehhez az kell, hogy sokkal jobban működjön az Európai Unió rendszere is, például legyenek hatásvizsgálatok, amit egyébként az Európai Bizottság néha megspórol, és, és akkor az embernek így jelentkezik. Azt. Tehát vannak olyan elemek, amiket azt mondom, a magyar kormánynak a retorikájában is, és más kormányok retorikájában is helytállóak, de önmagában ő, ő azért azt kell nézni, az Európai Bizottságnak valóban az a szerepe, hogy a szerződéseknek az őre. Ezt neki nem, ez nem választás kérdése, neki egyben kell tartani ezt a társaságot, nagyon nehéz egyben tartani a társaságot, különösen válságidőszakokban. Második kérdésem, Patrioták Európáért jól óra tett Orbán Viktor? Jó volt a, az ösztöne a megérzése most is, mert az AFD kínossá vált. Ugye az ID csoport kirakta, de az ID sem menekült meg, mert közben a Patrióták Európáért elszipkázta a vezető pártjaikat. Az ID talán is tűnt, ugye július elején, nem is I tudom, jú. hogy létezik-e még. Az ID már, igen. Gyakorlatilag a Patrióták vett, a, a az igen. igen. Az ICR pedig most úgy látom az elmúlt két nap híreiből, hogy egy melóni moraviecki kötéhúzásban, ki legyen a nagy vezető a következő ö, években. A, a harmadik erő tudott erőt mutatni, ami nem létezett még két hónappal ezelőtt, és hirtelen Orbán Viktor és egyebek más politikusoknak a agyából, mint elő előszikrázott, és meglett, és erős lett. És most ott vannak az Európai Parlament erős pártként. Jó húzás volt? Én úgy gondolom, hogy a, a Fidesz számára ez a, ez a, az adott lehetőségek között ez a legjobb húzás. Azért azt látni kell, hogy az a terv az volt, hogy ők az, a konzervatívokkal együtt legyenek, és a konzervatívok befogadják őket. Az ICR. Ez nem, az ICR így van. Ez nem történt meg, egyébként főleg Melóniék miatt nem történt meg, de más oka is van azért, gondoljunk bele, hogy Melóniék esetében Ukrajnát támogató pártok vannak többségben, nagy többségben. Ugye ezt a Fideszről nem mondható el, hiszen inkább őket ügykönyvelik ők, ők kell, hogy ők Oroszország pártján állnak. Ez kizárta ők gyakorlatilag azt, hogy belépjenek az ICR-ba. Ehhez képest azt mondom, hogy Orbán Viktor azzal kellett szembenéznie, hogy vagy csatlakozik a nagyon rossz cégére rendelkező ID-hez, vagy pedig a függetlenek keserű kenyerét eszik továbbra is a képviselői, ami minimális, zéró befolyást jelent Magyarország számára. Ehhez képest szerintem ez egy okos és kreatív húzás volt a részükről, és szinte tulajdonképpen úgy gondolom, hogy csak az ő részükről jött ez az ötlet. Én úgy, úgy tudom legalábbis, hogy a ahelyett igazából, hogy ők léptek volna be az id ba ők csináltak egy másikat, és az id jöttek át a többiek, a löpenék is. Ez azért fontos, mert hogyha az, ha csatlakoztak volna az identitási demokráciához, akkor egyet, egy, egy párt lehet volna még a futottak közül. Így viszont azt lehet mondani, hogy ez a párt a Fidesz körül, meg a löpenék körül gyakorlatilag alakulgat. Na most azért van egy másik elem is, azért azt ne felejtsük el. A, a, a több évtizedes tapasztalat azért azt mutatja, hogy ezek a, a úgynevezett szélsőjobboldali, radikális, Populista pártok össze tudnak állni ideig, óráig egymással, de idővel a belső ellentétek szétfeszítik őket. Eddig ez történt minden esetben. Tehát itt it, azt mondja, hogy egy kis bravúr volt létrehozni ezt a patrióták, a Európáért nevű, amit egyébként már is kordon a vettek körbe, tehát már is azért izoláltak a többi pártok, ilyen értelemben már is gyengébb a érdekényesítő képességük, mint volt. Ennek ellenére lesz valamennyi, tehát szerintem kihozták a maximumot Orbánék ebből, amivel lehet. A nagy kérdés az lesz, hogy egybe tudják-e tartani, egybe tudják-e tartani ezt a formációt, és képesek lesznek ezzel a formációval, és a jobb a konzervatívokkal összefogva bizonyos dolgokban, képesek lesznek-e olyan politikai alternatívákat, vagy esetleg ö, olyan po ö, bizonyos politikákban, bizonyos jogszabályokban alternatívákat találni, amivel megkeserítik, meggyengítik a politikai centrumnak ezt a gőzhenger jellegét. Azt hiszem, ez egy fontos. Én, én úgy gondolom, én ezt fontosnak is tartom, annak ellenére, hogy visszaelőrékezem, szerintem mindig nagyon jó, ha vannak kellő ellensúlyok, talán a magyar politikában is az lenne a jó, ha lennének kellő ellensúlyok a magyar parlamentben. Most Orbán Viktor azt érezheti, hogy ő kisebbségben van Európában, kap egy lehetőséget arra, hogy ezt a kisebbséget valamilyen mértékben megpróbálja, nem többségé formálni, de a kisebbséggel megpróbáljon gazdálkodni úgy, hogy politikai eredményeket tudjon elérni. Szerintem egy nagyon jó dolog, mert én mindig, szerintem mindig nagyon jó, hogyha megkérdőjelezzük azokat az alapigasságokat, amelyeket sokszor, most nem az értékekről beszélek, mert a demokrácia alapértékeiről, hanem vannak olyan dolgok, amire például az Európai Uniós hajlamos arra, hogy rá kattanjon bizonyos dolgokra. Arra gondolok például, hogy most mindenki a hidrogénvilágról beszél. Biztos a hidrogénvilága a mi jövőnk, vagy van más lehetőség is. Tehát ezekre kell onna figyelni, és hogyha minél több hang van, ezt kell tanulni, Tulajdonképpen a magyar miniszterelnök is ezt tanulja majd az Európai Parlamentben valahol, ezt kell, hogy tanulja, hogyha minél több, minél színesebb, minél több hang van, színesebb skálán vannak a vélemények, talán abból egy jobb európai politika jön ki, mint eddig. És ehhez viszont ennek, ennek ez egy más dolog, ez nem egy olyan dolog, amit, ahol, ahol ő ö, esetleg vétójoggal, vétójogával él, hanem ez egy olyan dolog, amiben Koalíciókat kell építeni, politizálni kell, és meg kell próbálni meggyőzni a többieket arról, hogy nekem van igaza. Utolsó kérdésem Zoli a Tiszapártal kapcsolatos, hogy vajon a, a brüsszeli magyar pártpolitikai versenyben, főleg az EP-ben, a Tiszapárt megjelenése az egy ilyen vita kultúrát hozhat létre, tehát megtermékenyíti a magyar politikai konfrontációt vagy politikai érvelésnek a Világát. Én úgy gondolom, hogy sokkal élesebb lesz, tehát nem, felté nem feltétlenül lehet, tehát ez még nyitott kérdés igazából, hogy a Tisza párt mennyire fogja tudni használni az európai játékteret arra, hogy erősítse a magyarországi helyzetét. De én azt hiszem, hogy beszélgetve a párt néhány képviselőjével, meg a párt körüli emberekkel, számukra valóban az a cél valahol, hogy, 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 hogy ők ugye Magyarországon tudjanak, eredményeket elérni, és ennek rendelik a lámad az európai népádban belül is a tevékenységüket. Na most én ezért arra számítok igazából, hogy hogy előbb-utóbb biztos, hogy éles összeütközésekre kerülhet sor. Ezek az éles összeütközések az elmúlt időszakban már eléggé egyengültek, hiszen azért, azért büszkeben is érezhető volt, részben a Fidesz nagyon ki volt szorulva a perifériára, részben pedig az ellenzéki, ellenzékiek sem, ugye otthoni Hátterük elég gyenge volt, nem éreztem már semmiféle a dinamikus erőt, ami Európai Unió szinten fölprögette volna, mondjuk kapcsolódott volna a magyar belpolitikához. Szerintem ez most egy kicsit erősebb lesz a TISZA párti fogva. Pont erre gondoltam egyébként, hogy új szempontok jönnek be, új vita kérdések, és esetleg magasabb szintre kerül a, az egész politikai kultúra. Hát ugye azt nem tudjuk, hogy a politikai kultúra ezzel ugye egy magasabb szintre kerül, de az, az, biztos, hogy számolni kell a magyarokkal. Egyrészt a fideszesek kikerültek ebből, karanténba zárták őket bizonyos szempontból politikailag, de kikerültek a perifériáról, jobban bekerülnek a központba. Ez már azt jelenti, hogy a, az ő érdekévényesítő képességük ugyan nem olyan mértékben, mint a tiszások erősödni fog. A tiszások egy sajátos helyzetbe kerültek, mert gyakorlatilag bementek, befolytak, elfoglalták a fideszesek üresen hagyott helyét. Igaz, hogy hét képviselők van, nem 11, de az ő befolyásuk az általános politikákra tekintettel arra, hogy ők a legerősebb európai formációnak a tagjai, erősebb lesz Európai Unió szinten, mint a Fideszé, meg a patrioták Európáért, meg a Fideszeseké az Európai Parlamentben. Ez, ez független attól, hogy kinek hány képviselője van, ha te az Európai Néppártban vagy benne, és a fideszesek ezt el tudnák mondani, ég és föld különbség van a között, vagy pedig mondjuk egy olyan párt, amelyik akár harmadik legerősebb is egyébként, de mégis azért valahol, hogy egy új formáció, egy, kettő pedig politikai karanténba is helyezték valamilyen mértékben. Tehát nem ugyanaz a helyzet. Azért más is, hogy ezt mire fogják tudni fölhasználni a tisztások. Én úgy gondolom, hogy, hogy érdekesebbé válik az Európai Unió szinten is ez a, a, a magyar politikai témáknak is a, a bejövetele, tehát ha úgy tetszik, egy kicsit megint sokoldalúbbá válik. Még egy dolgot mondanék, ami szerintem nagyon fontos. Bizonyos felmérések szerint készült egy nagy felmérés, ami öt szempont alapján mérte az elmúlt öt évben, az elmúlt öt éves politikai ciklusban, hogy melyik ország képviselői, parlamenti képviselői voltak az Európai Parlamentben a leghatékonyabbak, a legbefolyásosabbak. És azt hozták ki mindent összevetve öt szempont alapján, hogy a legsúlytalanabbak a magyar képviselők voltak az Európai Parlamentben. Tehát, hogyha már azt elérjük, hogy ezekkel a változásokkal, hogy a magyar képviselőknek legyen politikai súlya, ami azt jelentette, hogy a különböző dossziékra, a legkevesebb hatásunk volt. Ezt akartam a bár... pont kérdezni, a súlytalanság miben? Tehát a, a döntéshozatalban az érveik, a hozzárakott információk, stb. Azok, azok nem mérhetőek voltak? Vagy? Igen, azért, mert egyszerűen ugye a, a kikerültek az Európai Néppártból, a, a függetlenek közé kerültek, és a függetlenek körül nagyon, nagyon nehéz betörni. A, nagyon nehéz szóhoz jutni a parlamentben, nehéz jelentéseket kapni, jelentést lenni koordinátornak lenni. Gyakorlatilag ők lógtak ott a levegőbe az elmúlt 21, év, 21 év után megszűnt nekik ez a helyzetük. A magyar érdekévényesítés, mondjuk így a magyar ország érdekévényesítésnek az egyik legjobb szempontja az volt, hogy ők, ők, ők kikerültek a szélre. Most azt történik viszont, hogy ők bejöttek, Ugye a harmadik legerősebb frakció tagjaként, és a tisztások visszakerültek, a, bekerültek, ugye ugyan vannak magyarok az Európai Néppálba, közben ugye meggyengültek ugyan a, a demokrata, a demokratikus koalíció meggyengült, hiszen csak két képviselőjük momentum van. Momentum kiesett? Így van, tehát az, ott, gyengébb, ott a liberálisoknál gyakorlatilag eltűntek a Momentum, ugye nincs ott a Momentum, a zöldeknél nincsenek magyarok, pont ezeknél az úgynevezett fősodóba tartozó vagy progresszív pártoknál gyenge a magyar képviselő, a Tisza visszatért, és így gyakorlatilag a jobb oldalon, mondjuk így, egy kicsit a magyar politikai mozgás a képviselő leképezte azt, ami európai szinten is történt, ám még agresszívebben, hiszen európai szinten nem történt olyan jobbra azért, amire sokan számítottak. Magyarország esetében viszont talán ez elmondható, hogy az inkább hangsúlyosabb volt. De az, az tény és való, az senkinek nem tett jót, hogy az elmúlt öt évben a, ahogy kihozták ezt így a felmérésekből, és ebben nem volt semmiféle politikai mögöttes szándék, meg minden, mert nem volt senkinek az érdeke, hogy a magyar képviselők voltak, legyenek baloldaliak vagy jobboldaliak, teljesen mindegy, a legsúlytalanabbak az érdekévénesítésben az Európai Parlamenten. Meg. Akkor egy új felelással szeptemberben folytatódik az Európai Parlamenti szezon, az uniós gőzhenger tovább megy, ahogy te fogalmaztál, Zoli, köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket mind elmondtad. Egy kicsit beláltunk abba, hogy Brüsszel visszanézve, hogyan néz ki ez a történet, amit mi Budapestről szemléltünk az elmúlt öt évben. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Nyilvai Zoltánt hallották, a Szabad Európa brüsszeli tudósítót. Köszönöm szépen a figyelmüket. Folytatjuk a beszélgetés sorozatot. A nyárnak a végére jó pihenést kívánok, aki dolgozik, annak jó munkát, viszont Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.